Ebben a korábbi határőrségi épületben nyílna a tervek szerint menekült tábor Vámosszabadi határában július 1-től. Több mint 200 menekült jöhetne ide. A helyiek azt mondják, őket hivatalosan senki nem tájékoztatta erről. Megdöbbenéssel, vegyes felháborodás a véleményünk, ez a faluban egy viszonylag általános álláspontnak tekinthető, azt gondolom. Egyrészt nem tájékoztattak bennünket semmiről, a döntésről informálisan a megyei napilapból értesültünk, illetve hát azt gondolom, hogy a falunak a teherviselő képessége valahol egész máshol van, mint egy ilyen menekült állomásnak a befogadása. A lakók fórumot is összehívtak, több százan vettek részt rajta. Attól tartanak, hogy a jó közbiztonságú településen elszaporodnának a bűncselekmények. Ez azonban a bevándorlási hivatal szerint nem valószínű. Havi ellátmányt kapnak, tehát azt, ami nekik a normális napi élethez kell, az nekik nem kell ellopni senkitől. A megyei rendőrfőkapitány is nyugtatni próbálta a helyieket. Ezek a menekültek nem terroristák. Azért ezt mindenki... Nem. Azt is hozzátette, ha szükséges, a rendőrség fokozottan felügyeli majd a települést. Ha megnyílik a menekült tábor, a falu egy komoly beruházástól már biztosan elesik. Most még úgy van, hogy egy nemzetközi vállalat szeretne ide települni. Minden lehetséges engedélye már megvan, csak az első kapavágás hiányzik. Ez a cég a bizonytalan helyzetre való tekintettel jelezte az önkormányzatunknak, hogy ha a menekült szálló megépül, ő vissza fog lépni ettől a cégalapítási szándéktól. Pintér Sándor belügyminiszter szerdán kijelentette, mindenképpen megnyílik a tábor, de a helyieknek az a célja, hogy ezt meghiúsítsák. Ezért útlezáró tüntetést is szerveznek. Én nekem meggyőződésem, és erről le fogok megint tenni egy dolgot.